estét kívánok! Mindenkit szeretettel köszöntök, és örülök, hogy megint egy ilyen komoly teltházzal adózhatunk egy csodálatos vendég előtt. Azon gondolkodtam, amikor készülődtem a mai beszélgetésre, hogy vajon mindannyiunknak a személyes emlékeinek a sorában milyen helyet foglal a rendszerváltás, rendszerváltoztatás, és hogy azok az epizódok, amiket kiemelhetünk a rendszerváltoztatás időszakából, hogyha egy listát írnánk, akkor mi kerülne a élményként talán az első helyre? Azért hagytam egy kis gondolkodást, hogy mindenki végig gondolja a saját emlékeit 89-ből és 90-ből. Elmondom, hogy nekem mi. Nekem egyértelműen a június 16-ai Nagy Imre temetés, az ott elhangzott legerősebb beszéd, és a 89. decemberi élő romániai tévé, a Szabad Romániai tévének a kapcsolása, amikor együtt izgultunk egy fiatal magyar református lelkész hogyléte felől, az egész ország felekezetre való tekintet nélkül, és én úgy hiszem, hogy akkor már a politikai meggyőződéseket is átitatta a változás iránti vágy, ezért talán politikai meggyőződést is áthidalva úgy éreztük, hogy csodálatos ajándék, hogy kortársai lehetünk egy történelmi hősnek. És ha végig gondoljunk csak az elmúlt 500 esztendőt, akkor milyen nagy dolog lehetett mondjuk Bocskaiék meg Bethlen Gáborék kortársának lenni, és tudni azt, hogy ők milyen sokat tettek a magyar szabadságért, aztán milyen nagy dolog lehetett később a nagyságos fejedelemmel találkozni, kezet fogni, második Rákóczi Ferenccel esetleg, ha lehetőség volt rá. Aztán, aki látta szavalni, vagy boros poharat a magasba emelve, saját versét elmondani Petőfi Sándort, egész élete végéig biztos úgy gondolta, hogy ő megajándékozott ember, hogy láthatta és találkozhatott a szabadság hősével. És bizonyára, akik Mansfeld Péterrel harcoltak 56-ban, ők is úgy tarthatják számon, úgy emlékeznek, hogy különleges ajándék az Úristennek, hogy ismerhették, láthatták őt. Én egy kicsikét így vagyok a ma esti vendéggel, sőt, teljes mértékben így vagyok a ma esti vendéggel, hogy én hálás vagyok az Úristennek, hogy megadatott az életemben, hogy egy valódi történelmi hőst a szabadságért a 20. század végén az akkori eszközökkel, Góliáttal szemben, Dávidként, Paritjával megküzdő és győzedelmeskedő fiatal erdélyi református lelkész kortársai között adhatjuk számunkat, és én még ismerhetem is őt személyesen. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindaz a pálya, amit a rendszerváltás óta 30 esztendő alatt befutott a ma esti vendégünk, ez mind-mind arra az erkölcsi alapra épült fel, amit ő családi örökségként és személyes vállalásként hordozott, és amivel valóban 89-ben a reménytelen dologban is kiállt, és nem tudta, hogy mi lesz a vége, és végül megfordult az a rendszer, amiről mindenki azt mondta, hogy ez megfordíthatatlan, hogy Ceausescu örök. És nem így lett, mert hogy a későbbi magyar pártalapító, az RMDS sokáig volt örökösbeli, tiszteletbeli elnöke, majd később a erdélyi újabb pártszövetségeknek is indítója, az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács máig elnöke, egyetem alapító, máig a Párcímű Keresztény Egyetem elnöke, tisztségeit is betöltő püspök, nyilvánvalóan első rendben lelkipásztor, és három cikluson át 1990-től 2009-ig a rendszerváltás utáni református egyház vezetője lett Erdélyben, Párciumban, a Király Agumenéki Református Egyház kelet püspöke, és hát bizony 12 éven át, 2007-től 2019-ig, tavaly ilyenkorig az Európai Parlament tagja volt, parlamenti képviselő, sőt, kevesen mondhatják el Európában magukról, hogy két éven át, 2010-11-ben az Európai Parlament egyik alelnökeként is szolgált. Hölgyeim és uraim, a Magyar Örökségdíjas,
a köztársasági érdemrend rangsorának legnagyobbikával a Nagy Kereszttel kitüntetett, a Magyar Becsületrend tulajdonosa és a Románia Csillaga érdemrend visszavonásával is díjazott. Tőkés László püspök úr a vendégünk. Énekeskönyvben kell. Isten hozott még egyszer, köszöntelek. Egy püspöki épületben egy püspököt borral kínálni nem csak illik, hanem szükséges is, úgyhogy jó szokásunkhoz híven. Misebor. Miseborként, igen, mert a püspöki pincészetből származik egy gyönyörű pécsi cirfanli, a történetét elmeséltük már püspök úrnak az imént, úgyhogy engedjék meg, hogy az önök egészségére is mindenek előtt kocinthassunk egyet. Kedves egészségükre. Hát olyan sok mindent elmondtam a bevezetőben, szándékoltan egyébként, mert hogy egy olyan gazdag életpálya birtokosa lehetsz, amelyet ebben a rendelkezésünkre álló másfél órában nem is tudjuk teljes mértékben kimeríteni. Éppen ezért a fókuszt oda helyeznénk a mai beszélgetésen, terveim szerint, hogy hogyan is jutottál el a 89-es eseményekig, a családi indítatásból, a személyes hitvallásodból, hogyan alakult, hogy az egyébként is nagyon karakán és ismerten önmagával is szigorú erdélyi értelmiségből is kiválva valóban egy forradalmi hőssé avanzsálhattál 89-ben. Kezdjük azzal, hogy a gyermekkor indítatásában látsz-e valamiféle predesztinációt? Látod-e annak a kirajzolódását kisgyermekkorodat visszaidézve, hogy a te családi körülményeid, a te akkori, ugye 50-es évek, 60-as években megélt gyermekkorod már láttatta, hogy ez az erdélyi magyarság állapota, ez hát nem egy normális állapot Európa közepén. Tudni illik, atyai nagyapád is református lelkipásztor, esperes, egyházmegyét vezető esperes volt, édesapád pedig talán az egyik legnagyobb nevű teológiai professzorként, a kolozsvári teológia professzoraként püspök helyettesi megbízatásig jutott. Tehát te az erdélyi egyházi életet belülről láttad, ugyanakkor az ökuménia a felekezeti együttműködésnek mindig is egyik élharcosa voltál, és közben pedig hát a román-magyar együttélést is, annak a lehetőségeit kerested. Mennyiben gyökerezett ez a gyermekkorban? Ez tehát a kérdés, mit tudsz ebből felidézni, abból az időszakból? Kegyelem néktek és békesség, az apostoli köszöntéssel üdvözlöm a cirfandli esték hallgatóságát és résztvevőit. Nagyon jó volt az indítás ezzel a kupa borral, és egyfajta profán szentség jelenül meg a zsigereimben, amint áthat ez a finom bor, hiszen tudjuk, hogy az őskeresztény szeretett vendégségek alkalmába gyökerezik az úrvacsorai bornak a fogyasztása, és hát mi mindenkor, minden úrvacsora osztáskor két szín alatt vesszük az úrvacsorát, mi reformátusok, és mindig a presbitériummal
kocintunk az úrvacsorai borból, és hát az úrvacsorai szentség és az azt követő szeretett vendégség átmenetét biztosítja ez a gesztus. Úgyhogy tényleg én egy szeretett vendégségen érzem magam itt ma este Pécset. Annál is inkább, mert itt van a szomszédságunkban a katolikus püspökség, a pécsi püspökség, ráadásul Janus Pannonius személy szerint összekapcsolja Nagyváradot és Pécset, úgyhogy ebben a testvéri, történelmi mélységű testvéri közösségben köszöntöm Hoppál Péter miniszteri biztost, volt államtitkárt, a kollégium volt főigazgatóját, talán ebben a státusában, vagy pedig tanári karnagyi státusában ismertem őt meg, és voltam első ízben vendége, az ő személyes vendége is Pécsnek, és most, mint mindenkor, örömmel térek vissza ide, és csapott papot magam után hagyva érkeztem meg Budapest érintésével egy tegnapi ottani könyvbemutató után érkeztem meg ide. Hölgyeim és uraim, kedves testvéreim! Hát, ha a cirfandli esték így kéznél van, akkor azt mondhatnám, hogy a konyhai esték voltak a legmeghatározóbbak a gyermekkorom szempontjából. Ezeknek a fő előadója drága néhai édesanyám, Tőkés Istvánné Vas Erzsébet volt, aki kettős hivatást töltött be, nem csak gondviselője volt a gyermekeinek, hanem legfőbb nevelője is. Ők hivatásnak, apámmal együtt hivatásuknak tekintették a mi vállalásunkat, felnevelésünket, és meg is volt ehhez minden adottságuk. Valójában édesanyám nevelése nélkül sohasem lehettem volna lelkipásztor, de ide értem azt a szép kenyörű szentmártoni háttért is, ahol ő a Erdély egyik legszebb nevű falujában papleányként nevelkedett fel, és nekem is egyik meghatározó élményem volt gyermekkoromban, nyaralásaim idején ez a mezőségi, elszorványosodó, magyarságáért és hitéért küszködő falu, Sütő András pátriája, Kemény Zsigmond pátriája, hogy csak a legismertebbeket említsem arról a vidékről, Vas Albert pátriája, ott van közelben hozzánk a tó köz, ahol Vas Albert kastélya is volt, és mondhatom, hogy az anyatejjel szívtam magamba azt a szellemiséget, amelyből egyenes út vezet a későbbi jövő felé. Azt mondhatom, hogy Erdélyben volt bennünk egy olyan többlettudat, amely távol áll a kisebbségi léttől. Én például soha nem éreztem magam kisebbségnek, még akkor sem, amikor számbelileg kisebbségeknek számítottunk, és furcsán is hangzik a hivatalosan elfogadott megnevezés, hogy kisebbségi magyarok vagyunk a határon túl. Mi az Erdélyi Fejedelemség kései polgárainak éreztük magunkat, melynek udvari papjai voltak a jeles református lelkipásztorok és püspökök, és valamilyen a lengyel katolikus egyház szerepéhez hasonló református egyházi szerepet tulajdoníthatunk, mutatis mutandis, helyére téve a megfelelőket Erdélyben az erdélyi református egyháznak, amely a magyar vallás volt, ugyanis nálunk így etnikailag már korán minősítették az egyházakat, mi voltunk a magyar vallás, a katolikus egyháznak nem volt nemzetisége, de az ortodoxia az a román vallás volt, és volt a német vallás, az evangélikusok,
ebben nincs semmilyen minősítés, alá vagy felérendelés, hanem érdekességként mondom. És a mi egyházunk valóban egy a bocskai, Betlen, első Rákóczi Györgyféle szabadságharcos vonulatnak volt az eszmei táptalaja, és ez nem csak nekünk vált dicsőségünkre, hanem Pázmány Péter is nagy elismeréssel adózott, aki amúgy reformátusnak született Nagyváradon. Ő is nagyra becsülte azt a fejedelmi hagyományt, amit nevezetesen kortársa Betlen Gábor képviselt, Betlen Gábor fejedelem képviselt, és édesapám is ebben a szellemben nevelt. Tőkés nagyapám málnási, háromszéki, esperes lelkipásztor volt, és megelőzött már a képviselőségben, mert felsőházi tag volt a 4 év alatt Budapesten, utána aztán meg is itta a levét, mert ez nem volt utóbb a román világban nagy elismerés. Hát 8-an vagyunk testvérek, 5 fiú és 3 lány, és egy ilyen kisebb sereget, csapatot neveltek a szüleink belőle. Elmondhatom, hogy a családom nélkül se tudtam volna a temesvári csatát megvívni. Úgy neveztem azt, hogy Temesvár ostroma. Egy könyvem is van erről, épp az előbb dedikáltam valakinek, aki megkeresett a bejövetelemkor azt, amit tulajdonképpen Erdély ostromának nevezhetünk 100 éve. Jó órában legyen mondva ez a szomorú centenáriumi évforduló, és ebben a szellemben nevelkedtünk, mondom, a testvéreim és a szüleim nélkül nem is tudtunk volna ellentállni, akkor még élt édesapám, ők is stafétában jöttek, egymásnak adták a stafétát, hétről hétre jöttek, védelmeztek engem is jelenlétükkel és testvéri szeretetükkel, és hát mind tanult emberek, mindegyik a maga helyén megbecsült tagja a társadalomnak, és anyám mindig mondta, csak azt sajnálja, a katolikus papoknak nincsenek gyermekeik, mert milyen nagy veszteség ez a nemzet számára, szeretettel legyen mondva, hát valóban nagyon sok olyan jeles papgyermek élt, és alkotott, és dolgozott, és szolgált az idők során, akik által gazdagodott a nemzet. Én azt hiszem, hogy mi egy ilyen család voltunk, és aztán egyenes úton vezetett ez a gyermekkora teológiára. Mindenképpen olyan hivatást akartam vállalni, amely az emberek szolgálatában áll, és hát így lettem lelkipásztor, és a folytatás majd következik. Igen, most egyenlőre csak annyit szeretném még a teológiai évek előtt megkérdezni, hogy a gimnáziumi eszmélésed korszakából esetleg van-e olyasmi, ami valamilyen költőhöz való kötődésben, vagy hogy barátokkal, vagy testvéreiddel kimentetek a Házsongárdra, és ott valami megérintette? Tehát volt-e olyan élményed, amit máig szeretettel idézel fel, ami az identitásod meghatározó elemévé vált? Szentmártonban marhapásztor voltam, aztán amikor visszatértem később, évtizedek után, akkor azt mondtam, hogy testvéreim, most előttetek nem a marhapásztor, hanem a lelkipásztor beszél. És a kettő teljesen összeillik a maga helyén. Falun töltött nyaraim voltak a legfontosabbak számomra, ilyen, mivel sokan voltunk gyermekek, és segíteni akartak szegény szüleimen, akik egy fizetésből neveltek fel minket, apám fizetéséből, hát mindig meghívták a gyermekeket nyaralni. Apám főnökük volt amúgy, de nem a főnöknek szólt ez a meghívás, hanem szeretetből fakadt.
tiszteletből és szeretetből, és akkor meghívtak Herman János bácsiék Sármásra, és Szőke Sanyi bácsiék Mócsra, és a mindenkori Szentmártoni lelkészeknél otthon voltunk, és akkor ott a népszolgálat elve alapján szolgálatot teljesítő lelkészeknek, és a népük sorsával szembesülő, és a kisebbségi sorssal viaskodó lelkészek, prédikátorok, lelkipásztorok a szónak a konkrét értelmében állottak előttem, akiknek végül is inasa lettem, tudattalanul is, amikor ott töltöttem a nyaraimat, és elvegyültem a falu és a családjaik gyermekei között. Aztán később pedig az erdélyi utazások voltak meghatározóak, ugyanis biciklire pattantunk egy-két barátommal, és körbe karikáztuk Erdély országot, és hát azt el nem mondhatom, hogy milyen felfedezése volt a szerelmes földrajz szellemében Erdély országnak. Ezek az utazások szintén papi családoknál láttak vendégül, és mindenütt a legjobb idegen vezetőkhöz jutottunk ezáltal. Úgyhogy így épült az a lelkiség, az az érdeklődés, az a népünkkel való azonosulás, amely szellemi, lelki alapját képezte a későbbi emberré formálódásomnak. A legfontosabb olvasmány élményeid melyek voltak, amikre most is úgy emlékszel, hogy meghatározóakká váltak? A Cirfandli estéinken, anyám konyháján, nagyon ott kínálatként ott szerepeltek Dzsida Jenő, Reményik Sándor, Nyírő József, a Berde Amália, ezek a jeles költők, akiket anyám könyv nélkül szavalt, akár színház, színésznőnek is mehetett volna véleményünk szerint, mert nagyon jeles szavaló volt, sokszor lépett fel apám oldalán a templomokban is, ahova apámat meghívták prédikálni, és különösképpen a történelem volt még erős oldala. Görög Ferenc történelmét talán ismerik néhányan a régi magyarok közül, itt a jelenlévők közül. Görög Ferenc történelem könyvéből tanított minket egy olyan időszakban, amikor az iskolában nem nagyon lehetett egy magunkfajta magyar gyermeknek megismernie a magyar történelmet, tehát feltarisznyázott minket mindenféle ismerettel, és hát Ady Endrét nem is soroltam, Ady Endre ő házi bálványunk volt, Magyar fa sorsa, Makkai Sándor írta a 20-as, 30-as évek jeles püspöke, aki aztán azt mondta egy adott pillanatban, 36-ban, hogy nem lehet elviselni a kisebbségi sorsot. Mondta egy adott kontextusban, és különböző kényszerítő körülmények folytán áttelepedni kényszerült Magyarországra, de jeles regényírónk, őt is érdemes volna bevenni a nemzeti tantervbe egyébként, és ezeken az írókon nevelkedtem, az erdélyi irodalom az meghatározó volt, tényleg ideje, hogy egyesüljön a határok felett a magyar irodalom és a magyar kultúra. Látom, nagy erőfeszítések történnek ennek a megvalósítására, de ez ugyanakkor nagy akadályokba is ütközik, de hiszem azt, hogy sikerül leküzdeni ezeket az akadályokat. A kulturális miniszter úr támogatásával is egyben. Nehéz kultúrharc időszakát éljük napjainkban. A 70-es években, amikor a Kolozsvári Teológiai Akadémia hallgatója voltál, abból az időszakból van olyan feljegyzés,
amely szerint hát ott az évfolyam áhítatokon már elég kritikus hangot ütöttél meg, tehát nem várhatott túlságosan sokáig az, hogy te a küldetésedet elkezd végigjárni. Magyarán tehát akkor 21-22 éves korodban, hát dacolva a 73-74 körüli terrorral, olyan nyilvános áhítatokat, istentiszteleteket tartottál, amelyeken szimbolikusan bár, nyilván a bibliai üzenetek megfejtésébe csomagolva, de elmondtad a véleményed a fennálló rendszerről. Nem próbáltak a szüleid visszatartani ettől az akkori fiatal, talán ifjonti hévtől hajtott vállalásodtól? Ez a környezetet hogy reagált erre? Igen, hát még olyan igehirdetésem is van, amely a Securitaténak köszönhetően maradt fenn. Ugyanis 4000 oldalnyi feljegyzés van a román titkosszolgált irattárában, és abban komplett predikáció is szerepel. Nagy örömömre szolgált, még Kozma professzornak is állás vagyok, aki besugom volt, és ő tanította a prédikáció elméletet és gyakorlatot, és beadta gépelt formában az egyik vizsgaprédikációmat, amelynek az volt az alapigéje, hogy a mi országunk a mennyek országában van, vagyis nem itt a Földön. És hát ebbe került aztán bele, hogy mit jelent a hazánk és a mennyei hazánk ebben a párhuzamos, ennek a párhuzamnak a keretében. Na, ezt őrizte meg a Securitát, én nagy örömömre. És hát ugye van a másik ige, ami eszembe jut, hogy az Ezékiel proféta könyvéből, hogy jaj a pásztoroknak, akik nem a nyájat táplálják, hanem magukat legeltetik, és lenyúzzák a bőrét, és megeszik a húsát, de a nyájjal nem törődnek. Nos, ilyen igéket nyilván mindenre lehet olyan igét találni, és különösképpen a prófétai könyvekben olyan igéket találni, amelyek az elnyomott Izrael sorsát nagy mértékben alkalmazhatóvá teszik az erdélyi magyarság sorsára nézve. Hát ott kellett megtanulnunk igei nyelven célba juttatni a sorok mögött az üzenetet. Ezt rosszabb időkben Magyarországon is ismerték ezt a műfajt az itteni lelkipásztorok, és hát akik meghallották az isteni ige üzenetét, azok mindig megtalálták a módját, hogy sorok mögött vagy sorok között célba juttassák az ige központi mondani valóját. Így aztán az ige hirdetés nem lapos papi beszéd volt az ilyen lelkészek számára, hanem tétje, súlya, üzenetértéke volt, és talán ennek is köszönhető, hogy másképpen hallgatták a mi híveink, a mi egyházunk hívei, a templomos gyülekezet, az ige hirdetést, mert tulajdonképpen az egyház egy virtuális ellenzéki szerepet töltött be a pártideológián és a hivatalos beszéden kívül. Egyedül az templomban hangzódhatott el másfajta üzenet, másfajta tanítás. És hát ezért is tudott az egyház olyan meghatározó szerepet játszani a leginségesebb időkben. Így emlékszem vissza a teológiai évekre és a későbbi igehirdetésekre is, előbbre ugorva az időben Temesváron is. Azt is mondhatjuk, hogy a hit forradalma, a hit lázadása, ne nevezzem forradalomnak, a hit lázadása bontakozott ki, és annak az alapvető elindítója és megalapozója az az ige hirdetés volt. Tehát ez az ige hirdetés nem babra ment, nem szép, tetszetős papi beszéd volt csupán, hanem téttel bíró és az életben eligazító, életre szóló üzenet igyekezett lenni.
És erre jöttek az emberek, vevők voltak, hogy mit mondjam mai kifejezéssel, és a nyáj összegyűjtésének, a nép összegyűjtésének fontos eszközévé vált az ige hirdetés, az vasárnapról vasárnapra hirdetett ige, amely aztán közösségteremtő, közösségformáló erejével hatott az emberekre. Már megvan a textuáriumom írott formában, ha nem is a prédikációk hosszú sora, de a textuárium, amelyek alapján hirdettem Isten igéjét, az megvan, és abból akár fel is lehet térképezni ennek a gondolati rendszernek a lényeges pontjait. Ahogy említetted, tehát már ekkortól datáltatik a folyamatos megfigyelésed, és mivel az állambiztonsági iratokat, a Securitate dossziéit csak a rendszerváltozás után 10 esztendővel tették kutathatóvá, így 1999-ben szembesültél azzal, hogy már a teológiai évek alatt 20 éves korodtól ki mindenki adott folyamatosan jelentést a munkádról, és hogy az ezzel való szembesülés, azt szeretném megkérdezni, hogy kicsit előrébb ugorjunk, ez mit jelentett a teológiai professzoraid, tanáraid, bizalmasaid, csoporttársad, tehát hogy milyen érzés azt megtapasztalni, hogy akikben bíztál, és 25 évvel ezelőtti történetek idéződnek fel, hogy ők minden hónapban jelentést írtak a beszélgetéseitekről. Igen, még az előbb egyik kérdésedre, egyik kérdésedre nem válaszoltam. Tehát otthon az volt a szellem, mi nyílt szívű magyar református emberek voltunk, és általában nem fogták be a szánkat a szüleink, megtanítottak arra, hogy megfontoltan beszéljünk, és mérlegeljük a szavainkat, de bátorítottak arra. Hát az mindig nagyon tetszett anyámnak a típusában, hogy nem mint egy olyan kotló típusú, a csibéiért reszkető anyuka féltett a széltől, a naptól, és ne talán, mint annyi szülő, igyekezett volna visszafogni bennünket a veszélyektől, a kockázatoktól, hanem épp ellenkezőleg, amikor egyszerre 6 gyermeke volt a Securitate különféle székházaiban és helyszínein, akkor is adott pillanatban így jött ki a lépés, akkor ennek tudatában is természetesen aggódott értünk és imádkozott értünk, de azt mondta, amikor kijöttünk, hogy ő is így tett volna helyettünk. Hát volt egy ilyen egészséges szellem, mert hát végül is a félelem volt a legerősebb tartó pillére a diktatúrának. Ha nem tudjuk a félelmet leküzdeni, akkor veszett ügyünk van, és itt Pál apostolt, azt hiszem inkább Péter apostolt idézném, hogy a szeretet elűzi a félelmet. A szeretetben nincsen félelem, a szeretet elűzi a félelmet. Hát le kell küzdeni a félelmet, tehát reszkedtünk, mi is, ő is félt. Én is féltem mindig, amikor félelemre volt okom, szokták kérdezni az újságírók, hogy nem félek-e, nem féltem-e. Persze, hogy féltem, hát rettegtünk, de leküzdöttük a félelmet, és így boldogultunk. Ami pedig az iratgyűjtőt illeti, hát én magam is meglepődtem, hogy egy olyan 17 ezer írott oldalnyi írat mennyiséget kaptam készhez. Ez amúgy nagyon hasznos abból a szempontból, hétköznapi haszna is megvan, mert képzeljék el, mennyi kenyérpusztító szekus volt és a tolmácsok, hogy még a lehallgató készülék alapján lejegyzett konyhai beszélgetések is benne vannak több ezer oldalon. Tehát tudni lehet, hogy éppen mit főzött a feleségem, hogy hogyan utasította rendre a gyermekeket, mert szolgai módon mindent lejegyeztek, és ráadásul mindent le is fordítottak. Úgyhogy
nagy egyik ámulatból a másikba estem. Már szinte nekik volt szükségük a kenyérkeresetükhöz, a mi lehallgatásunkra, és arra, hogy ennyi megfigyelt embert tartsanak nyilván ezrével országszerte. Hát nagy megdöbbenést jelentett némely embereknek a fennakadása, ugyanis tényleg mindvégig sűrűn jelen voltak a környezetemben a besugók, a kollégák, az a legfájdalmasabb, de elmondhatom, hogy szinte nem volt olyan teológiai tanár, aki ne lett volna beszervezve, csupán fokozati különbségek voltak köztük, volt, aki látható módon jó indulatúan jelentett, volt, aki pedig kifejezetten gonosz jelentéseket írt, sőt, túl akart licitálni másokon, hogy ezáltal piros pontokat szerezzen magának. Néhány kollégámmal romlott meg a kapcsolat, és hát ez aztán végigkövetett egész életemen, további életemen, mert püspökként ugyanezzel találtam szembe magam, hiszen a lelkipásztori kar alá volt aknázva. És mondjuk mentségükre legyen, hogy mi voltunk a kitüntetett célcsoportja a titkosszolgálatnak. Tehát a lelkipásztorok általában a magas értelmiségek, de a lelkészek különösképpen. Márton Áron püspökről is kiderült, hogy hát szinte nem volt olyan a környezetében, aki ne lett volna besugó. Márpedig ez a gyontatószék közelében eléggé furcsán hat, de megvoltak az eszközeik arra, hogy beszervezzék őket, és püspökként is többször ilyen vetésforgó módszerrel kirostáltam a munkatársaimat, az esperesi kart, minden, de nem tudtam a végére jutni. Hát képzeljék el, hogy amikor 2007-ben elmentem a Brüsszelbe, akkor még a 9 esperes közül, az akkori esperesek közül, akik már rég kicserélődtek kétszer vagy háromszor, még azok közül is 5 még mindig rovott múltú volt, kollaboráns volt. Sőt, olyan jól működött a Securitate, hogy gondoskodtak róla, hogy amikor sikerült eltávolítanunk egy-egy ilyen múltú embert, akkor a helyére a következő vonalban is ilyen kerüljön. Ez aztán később sikerült kikövetkeztetni. Hát sajnos ne áltassuk magunkat, mai napig ott vannak a társadalmunkban, és csak remélni merem, hogy a fiatalok közül nem tudtak kellő számú kollaboránst beszervezni. Ezt csak remélni merem. Most sokkal kockázatmentesebben, nem kell megfélemlíteni, hanem elegánsan a napi kommunikáció szintjén beszervezhetik őket. Tehát félek, hogy ez a rendszer még mindig nem múlt el. És akkor itt egy kérdés, hogy neked több olyan kartont is felleltek, amikor téged magadat is, mint megfigyelt szemét megpróbáltak rábírni arra, hogy te is legyél jelentéstévő. Hogy alakultak ezek az események? Hát, nagy szerencsém volt, hogy egyházi főember volt apám. Egyébként mindig az volt a véleményem, hogy belőle kellett volna püspök legyen, és nem a fiából, mert ő méltóbb volt erre, viszont a történelmi körülmények engem dobtak felszínre. Helyette őt mindig minden akaratuk ellenére végül is felvitte a püspök helyettességig, amint mondotta Péter, de feljebb nem engedték, és a hatóságok ellenére választotta meg az egyházkereti közgyűlés püspök helyettesnek. Az volt a szerencsém, hogy egyházi főember lévén apám, a legjobb barátaim egyike volt az akkori püspök Nagy Gyula fia, Nagy László, akivel mi szövetségesek voltunk ebben a küzdelemben. Ő aztán sajnos elveszlődött menet közben, talán éppen az édesapjának a múltja miatt,
aki szintén kollaboráns volt, és a harmadik barátunk az Vetési László volt, aki az apám előtti püspök helyettesnek az unokája is. És akkor így hárman eléggé jól össze dolgoztunk, és erősítettük egymást, és apáink tekintélye révén egyfajta védettségnek örventünk. Amikor már kezdettől fogva voltak külföldi kapcsolataim apám révén, például amikor volt a legnagyobb zűr, akkor a Reformátusok Világszövetségének írtam levelet, amelyben a falurombolás ügyét is felvetettem, az akkor buktam le egy adott pillanatban a Securitaténál, mert elkapták a levelet, alá akartam iratni több kollégával, de sajnos még azok között is találtak embert, akikben a leginkább besugott, akikben a leginkább bíztam, és így aztán leleplezték. És hát azért rajtunk tartották a szemüket jeles külföldi egyházi vezetők, professzorok, teológusok, és ez védettséget jelentett, és azt már azért ki tudtuk kalkulálni, hogy a Securitatétól nem meghunyászkodó magatartást kell tanúsítani, hanem előre kell menekülni. Tehát a nyilvánosság az egy nagyon nagy erőt jelent, és ezt ki is tapasztaltuk a Ceausescu korában, hogy ő Ceausescunak egyik alapelve és politikai taktikája volt, hogy Romániában nincsenek politikai foglyok, és ő a béke harcosa. Mert a politikai foglyokat mindig elrejtették valami bűnözői kategóriába. Épp a tegnap előtt mutattuk be ezt a könyvet Borbély Ernőről, csíkszeredai ellenállóról, későbbi parlamenti képviselőről, sajnos már eltávozott körünkből a Minden élők útján, és Ernő a 80-as években volt politikai fogoly. Az a címe a könyvének, hogy az Enyedi főiskola hallgatói, és ott vagy 18 politikai fogoly társának az életét írja meg, aztán hátra maradt a könyve. 80-as években, amikor az egész világ ünnepelte Ceausescut és díszdoktorátusokat adományoztak, el tudta hitetni Ceausescu, hogy nincsenek politikai foglyok, és elhitette, hogy a magyar kérdés megvan oldva, a kisebbségkérdés megvan oldva, tehát nagyon raffináltan dolgoztak, úgyhogy... És akkor ez lett a fegyvered? Ez lett a fegyverem, azt mondtad, igen. Nekik, hogy nyilvánosságra hozod, hogy itt vesztettem el a fonalat, tehát mindig a romániai alkotmányosság és törvényesség keretében mindig elmentünk a szélső, a falig, elmentünk mindig ameddig lehetett, mert végül is semmi olyant nem tettünk. Hát a alkotmány biztosította a vallásszabadságot, a vallásszabad gyakorlatát, a szólásszabadságot, a kisebbségek jogait, tehát ezekre mind hivatkozni lehetett. Én még 89 nyarán is levelet írtam Ceausescunak, és kértem a segítségét, támogatását a püspökömmel szemben. Egy ilyen fura játék, ugye? És azt aztán még nyilvánosságra is hoztuk, hogy nyílt levelet írtam Ceausescuhoz. Persze, amint utóbb megtudtam, soha nem jutott el hozzá a levél, ott volt a dossziémban, a szekusok irattárában. A teológiai évek után eltelt egy olyan 8-9 esztendő, először a perifériára, Brassóba helyeztek segédlelkésznek, és aztán onnan úgy szóval Erdély szívébe jöttél be Dézsre, és direkt egy olyan gyülekezetet kaptál, ahol már nem is voltak templomba járók, szinte megszűnt az egyházi tevékenység, úgy szóval csak temetni küldtek oda. Ezzel szemben mi történt néhány év alatt a munkád nyomán Brassó, vagy Dézsen? Ennél színesebb a kép, ugyanis nem a perifériára tettek, hanem összebeszéltünk Nagy Lászlóval, a püspök fiával, Vetési Lászlóval, bukaresti segédlelkésszel, Nagy Károllyal, Horváth Miklóssal, a bákói lelkésszel,
hogy egységesen, mert akkor lehetett választani gyülekezetet, hogy hova megyünk, vagy segédlelkésznek, vagy kisfaluba, és mindannyian Brassó megyébe mentünk, mert az volt a legkisebb egyházmegye, a legnagyobb területe volt, az egész regát, az Ókirályság és Brassó megye. A legkisebb egyházmegye volt lélekszámban, de a legnagyobb volt területileg. És azt mondtuk, te ezt az egyházmegyét hiszúrtuk magunknak, mondom, menjünk oda, Laci, mondta László, mert az ő ötlete volt, és ott rövidesen már indulásból a 30 lelkész közül, már indulásból hatan mi leszünk, a jelen leszünk, akkor lesz értéke a szavazatainknak, meg szerezhetünk egy-két pozíciót, a későbbi teológusok közül is még hozunk néhány teológust, és kisajátítjuk a Bukarest, azt az egyházmegyét, amelyhez tartozott Bukarest is. És ez aztán olyan botrányos véget ért, ugye Bákóba ment a Csángó földre az egyik, aztán Nagy Laci Galacra ment, a nagy ipari központ a Duna partján, Nagy Károly Bukarestbe segédlelkésznek, Vetési Laci Bürkösre, de olyan nagy cirkusz lett belőle, mert ott megzavartuk az állóvizeket, hogy a püspök a fia akarata ellenére elhelyezte a fiát Galacról. Annyira nem tűrte már a Securitate, hogy mi ott vitézkedjünk, és akkor így kerültem Dézsre segédlelkésznek, erről ennyit, és akkor Dézsen ott, hát lényegében ott fejtettem ki életem legszebb és leghosszantartóbb lelkipásztori tevékenységét. Ott még a hívek kutyáját, macskáját is ismertem, igazi lelkipásztorként bele. Hát szabad egyetemet alapítottunk, ifjúsági bibliakört, magyar osztályokat szerveztük, hoztuk a gyerekeket a szorványokból, a magyar iskolába, én népdalkört, színjátszó csoportot, én magam is Hajdók Sógort játszottam a Sári Bíróban, és szavalóesteket, szóval Drágoszti elvtárssal meggyűlt a bajunk, ő volt a kulturális ügyekért felelős pártitkár. Én nem mondom, hogy miattunk, de aztán rövidesen belehalt egy súlyos betegségbe, annyit üldözött minket, amennyit nem szégyelt, és megtelt a templom. És megtelt a templom, és sajnos az esperesem is besugó volt, dokumentálhatóan. Szegény aztán kénytelen volt a népharag elől elmenni egy faluba lelkipásztornak. Itt ez volt a baj, hogy a Divideet Impera elve szerint úgy megosztották a lelkészi társadalmat, a magyarokat, a vonalas magyarokat, erről tudják a magyarországiak is, még itt is dívott ez a módszer a kommunizmus idején, és akkor onnan fegyelmi úton helyeztek el, de úgy, hogy 82-ben kiadtunk egy Szamizdát folyóiratot Szőcs Gézával, meg talán elébe is ugrottam egy következő kérdésnek, és akkor főleg azért büntettek, fegyelmit indítottak, mert tudják, nem lehet az egyházi törvény szerint nem lehet elhelyezni egy lelkészt csak fegyelmi úton, és akkor megnyertem a fegyelmit alapfokon, akkor utána 3-2-re nyertem. És akkor fellebbezett a püspökség, és akkor felkerültem az egyházkerületi fegyelmi szék elé. Ott is megnyertem, noha mindegyiket befűzték, akit tudtak a szekusok, de ott megnyertem 7-5-re a szavazatarányban. És ennek ellenére végrehajtották az ítéletet, és kitettek a papságból. És akkor 2 évig munkanélküli voltam, és hát eléggé, még hogy munkanélküli, az egy dolog, de hogy a megbélyegzett, a titkosszolgált által megbélyegzett munkanélküli lenni, az azért nagyon keserű kenyeret jelentett abban az időben. Nem láttam, hogy ebből hogy lehet kimászni. Én köszönöm, hogy ezt így 4 mondatban összegezted, de hát ez egy nagyon komoly dolog. Ugye a 80-as évek Magyarországán is a szamizdat az egy nagyon erőteljes ellenzéki
mozgolódás volt, amikor sokan álnévvel, de voltak, akik névvel vállalták, hogy a fennálló rendet kritikával, illetve hát valamiféle stencilezett sokszorosítással ugye szamizdati románokat adnak ki. Ugyanezt tehát Erdélyben is ment, Erdélyben is működött, és 1982-ben nagyjából egy évig élt ez az ellenpontok. 12 lapszámmal jelent meg ellenpontok, igen. Ellenpontok vagy két évig ment, igen. Szabmizdat, és hát ebben, amikor te vállaltad, hogy szerző leszel, hát nyilván még jobban fölhergelted az egyházi vezetést, illetve az állambiztonság szerveit, és hát akkor így alakult, ahogy elmesélted, nem is tudtam ezekről a szavazásokról, hogy noha minden fórumon, felleviteli fórumon, a szavazások szerint a fegyelmi tárgyaláson az igazadat meg tudtad védeni, de mégis a lelkészi állományból két évre felmentettek, és 25 hónapig munkanélküliként tengődtél. Mit gondoltál akkor, ezekhez a 82-84 közötti időszakot írunk, tehát még reménye sincs bármiféle változásnak, enyhülésnek itt Közép-Európában. Akkoriban történik a sok-sok váltás, ugye Brezsnyev halála, és aztán Csernyenko és Andropov, ha emlékszünk még ezekre a nevekre, és aztán érkezett meg Gorbacsov, aki akkoriban moszkvai pártitkárként még kemény vonalasnak számított, nem nagyon tűnt úgy, hogy itt enyhülés lesz. Mit jelentett egy erdélyi lelkész dinasztia tagjaként, fiatal, szamizdatos szerzőként, egyház újjászervezők, egyházközség újjászervezőként, hogy levették a palástot a válladról, és azt mondták, hogy tessék munkanélküliként tengődni. Igen, más ebbe bele őrült volna, vagy reményét vesztette volna. Mi tartott életben akkor? Az elszántság és az igazságharc, amit folytattam, mert nem késztetett ez az állapot meghátrálásra, hanem különösképpen olyan kegyelmi időnek tekintettem, amikor kiszélesíthettem a tevékenységemet, és volt is időm rá bőviben, a szüleimhez hazaköltöztem, még akkor nem voltam megnősülve, akkor már udvaroltam, nem látogathattam meg Dézsen a menyasszonyomat, a Dézs mellett egy faluban találkoztunk. Aztán pályáztam a dézsi lelkészi állásra, mégis megmutattam, hogy nem hagyom magam, de nyilván majdnem annyi szavazatot kaptam, mint a hatóságok jelöltje, de természetesen ez csak ilyen elkeseredett válasz volt arra az igazságtalan bánásmódra, amiben részesítettek. Ügyvédeket fogadtam, pontosabban presbiter ügyvédek voltak, akik szívvel élekkel kiálltak mellettem. Vásárhelyi János a régi református püspök fia volt az egyik, a másik Újvári Ferenc, egy aktív korabeli jogász, nagymátyám Tőkés József Vásárhelyen volt nyugalmazott törvénybíró. Nagyon jó szakmai támogatást kaptam, az is nyertem meg a fegyelmi eljárásokat egyiket a másik után, mert ilyen komoly ügyvédi asszisztenciám volt, és akkor ez adta két év alatt, én nem tudhattam, meddig fog tartani. Akkor úgy nézett ki, hogy az én lelkészi hivatásomnak befellegzett, mert csak rosszabb lett még abban a két-három évben, amiről beszéltünk. Hanem akkor elkezdtem különböző tevékenységet folytatni, mindenek előtt ez a Számizdát folyóirat, ennek dolgoztam, Arakovács Attila, utóbb nagyon elromlott politikailag ez az ember, most az Európai Parlamentben van, akkor utóbb SZDSZ-es lett, de akkor Karakán magyar volt, TGM, Tamás Gáspár Miklós is rendes ember volt még akkor, aztán kijött. De képzeljék el, hogy abban az időben nagyon számíthattunk rá, még az erdélyi tüntetésnek is benne volt a szervezői és vezérkara között. De ott volt Szőcs Géza költő, Molnár János az én kollégám, akivel aztán falu
a falurombolás ellen összefogtunk, és megírtam az egyházról szóló egy 140 oldalas jelentést és ajánlásokat. Azt elküldtem a zsinathoz, akkor kezdett végzetessé válni az iskola ügy. Minden magyar iskolát felszámoltak, és vegyes iskolává tettek, olyan értelemben számolták fel. Tehát a maradék magyar iskolát is vegyesítették. És akkor indítottunk egy nagy családi akciót, baráti és családi akciót. 12 000 levelet küldtünk el telefonkönyvek alapján, minden, hogy a magyarok írják, írassák magyar osztályba a gyermekeiket. Hát ilyen tevékenységet folytattam, akkor jött egy magyar ellenes támadássorozat, emlékeznek, amikor I. és Gyula védte a magyar történelmet, megírták Cuvânt despre Transilvania, ilyen bértolnokok írtak a magyar történelmet hamisító könyveket, akkor ezekben Pap László püspök Váradon megtámadta I. és Gyulát, akkor én megtámadtam Pap Lászlót. Tehát egy ilyen kemény szellemi küzdelem, eszmei szellemi küzdelembe bocsátkoztam bele. Egy kicsit azért is, mert már nem volt mit veszítenem, azon kívül pedig azért, mert ez az előre menekülés, tehát én mindig azt vallottam, hogy nem szabad meghátrálni, mert ezzel ültetik le a népünket, és hát bevált, én akkor nem tudhattam, hogy beválik, és tulajdonképpen ezeknek köszönhettem, hogy már kezelhetetlenné váltam, de ezt nagy nyugalommal csináltam, és tudatosan, tehát nem ilyen forró fejűségből, ne értsenek félre, és akkor kénytelenek, úgy érezték, hogy muszáj már valamit csináljanak velem, és akkor helyeztek a perifériára, Temesvárra, mert azt gondolták, hogy ott egy nagy román tengerben egy rendkívüli kicsi gyülekezetbe helyeztek, a református életvilág perifériájára, ugye? És így aztán Bótolt Pap László és a Securitate ott együtt döntötték el, hogy na, hova tegyenek, ahol aztán úgyse hallja meg senki a szavam, nincsenek hívek, nincs kivel dolgozni. Hát valóban egy olyan helyre tettek, ahol Pajker Leo volt a lelkipásztor, aki ha még egy élete lett volna, akkor már ortodox papnak is elment volna, mert már volt katolikus pap, református lelkész, és egy rendkívül képzett, de jellemtelen ember. Na neki lett, ő volt az én porkolábom, oda tettek, hogy felügyeljen engem, és mind ilyen emberekkel vettek ott körbe, úgy nevezték Temesvárt, hogy az Fegyház megye, mert a minden rovott múltú lelkipásztort oda helyeztek, és akkor ott kellett talpra állanom, és akkor itt ezt a részt be is fejezem.